Egyszer volt, hol nem volt, valahol az erdő mélyén állt egy ódon elvarázsolt kastély. Szunnyadó párok vártak a csodára, azonban ezt a varázslatot csak a zene oldhatja fel. A nyolcadikosok keringőjével kezdődött a zebegényi Szőnyi István Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak farsangi mulatsága. Már 3 éve hagyomány, hogy az intézmény utolsó évesei báli ruhát öltenek és egy bemutató tánccal készülnek társaik számára. A koreográfiát Wölcz Ildikó társastánc oktató tanította be a diákoknak. A következő produkció a 4M Dance Company rock and roll bemutatója volt. A csapat nemrégiben egy versenyen vett részt, ahol arany és ezüstéremmel gazdagodott. Gratzálné Prétyi Krisztina, az alsós munkaközösség vezetője elmondta, a kicsik farsangja csak a fellépők után vette igazán kezdetét. A jelmezbemutatót a hóembernek öltözött elsősök tánca nyitotta meg, majd a negyedikesek egy saját maguk által koreografált produkcióval álltak színpadra. Ezt követően a gyerekek egyesével mutatkoztak be a jelenlévőknek. Miután fény derült mindenki kilétére, zenére vonultak végig a teremben az alsós diákok. A jelmezbemutatóval azonban még nem ért véget a mulatság, ugyanis táncházon és különféle játékokon is részt vehettek a gyerekek. Ez utóbbihoz a szülők csatlakozására is számítottak a szervezők, mondta el Gratzálné Prétyi Krisztina. Idén is nagy népszerűség övezte a nap utolsó programját, a tombolahúzást, amelyen értékes nyeremények találtak gazdára.